favágó és az átok. Hol volt, hol nem volt. Volt egyszer egy szegény favágó, és annak egy szem kislánya. Szegényen éldegéltek, de nagyon szerették egymást. Megyek dolgozni, drága lányom. Addig legyél itthon. Vard meg apának egy kis kendőjét, sepregessél fel, meg játsz a kis babánta. Jó. Aztán érkezem, elmegyek. Hozok fát haza. Szeretlek. Én is tudom. Addig vard meg nekem a kis kendőmet, mert az nagyon el van szakadva, és ez nekem meg nagyon kellene, az a kis szerencse kendő. Jó? Na, megyek, édeslányom. Viszlát, édeslányom. Szia, kislányom. Hamarosan visszatérek hozzá. Addig meg vard meg nekem ott a kis kendő, meg sepregessél itt föl. Viszem magammal ezt a kis baltát. És hamarosan érkezem. Nehogy kinyitsd az ajtót senkinek. Jó. Zárd be kulcsa. Látod, Izabella, és segítek az apikámnak. Hosszú utat tett meg a favágó, még az eső is esett szegényre. Megérkezett dolgozni. A favágó, ahogy dolgozott, egyszer csak egy zajra lett figyelmes. Ne féltelem! Hogy de csúnya vagy, te ki vagy te? Ne féltelem, kérlek, nem váltalak! Ki vagy te? Ne bánts, kérlek, mindenki bánts, ne bánts, ne bánts! Hogy de csúnya vagy te? Az én nevem Gerda. Hogy lesz ilyen csúnya? Egy gonosz jós nő változtatott engem örök csúfá! Hát érzel még a varázslat is segít. Pedig én nagyon szép vagyok, képzeld el! Hát itt nem segít a varázslat. Te csúnya vagy! Mindenki van! Vágott az arcod is! Mindenki van! Az orrod is görbe! Fogad sincs! Hogy ide csúnya vagy! Na azt mit akarsz te? Már szép bajtottad rám! Itt a nagy munkálatokba? Nem sajnálsz. Nem. Engem se sajnál senki, tudod? Te is szép vagyok. Mint ez a balta. Csak csúnya van, változtatott engemet egy gonosz jósnő. Látod ezt jós a szivarkát? Ezt a pipácskát? Látod, milyen pipa egyenesen áll? Melyen szép vagy, mint ez a pipa? Nekem haza kell mennem a kislányomhoz, nem érek erre rá. Kérlek, segíts nekem. Nem mivel tudnék én egy hajléktalan segíteni? Az emberek az erdőbe száműztek engem, mert rút vagyok, mint egy gonosz szörny. És ki volt az ember? Hát az úgy volt, hogy volt egy jósnő, akitől én elloptam még kisebb koromban egy gyertyát, és ezért ő olyan bájitalt adott nekem, nem tudtam, hogy ez az, de olyan bájitalt adott, amitől nagyon csúnya lettem. Én nem tudtam, hogy te is gonosz vagy, mint a többi ember. Segítek én neked? Hogyan tudsz te nekem segíteni? Mondd meg nekem, hogy merre menjek, viszont délkelet, nyugat. Hol van ez a gonosz jószöly? Hol van ez? Majd adok én neki ennek a gonosz jószölynek. Tamarának hívják. Tamara? Tamara. Végigmész az erdőn, és meglátod, egy kerek gömbházban lakik ő. Megkeresem én, tudsz nekem segíteni örök életemre, hálás leszek neked. Segíteni fogok neked. Ne félj, adj a kezed! Megvédek! Megyek, beszélek én azzal a Tamarával! Azzal a jósnővel! Köszönöm, itt foglak várni! Márra is menjek? Elmész, addig még az utat meg nem látod!
És még azon túl is menned kell egyenesen, amíg meg nem találod a gömbházat. Abba lakik a gonosz Tamara jósnő. Megyek. Megyek, arok én neki, várjál csak. Gyert szerencsével, segíts nekem, kérlek, segíts, segíts, segíts. Segíteni fogok én rajta. A másik irányba kell menni. Ja, jó, a másik irány. Várjok én neki, gyere csak ide. Hogy fog ez a szerencsétlen nekem segíteni? Örökké csúf vagyok, az emberek nem állnak velem szóba. Érzem már, érzem, valaki mindjárt jönni fog. Valaki, de nem tudom, hogy miért. Nem sokkal később megérkezett a favágó. Gyere, gyermekem, gyere! Jujjujjujj! Mutatták a kártyák, hogy jönnek. Te vagy az a Tamara? Én vagyok. Mi oknál folyólag jöttél ide hozzám? Találkoztam én az erdőben egy nagyon csúnya asszonya. És mit csináljak én ahol a csúnya asszonnyal? Neked közöd van hozzá, valami közöd van hozzá. Én nekem nincsen közöd. Úgy hívják azt a lányt, hogy Gerda. Ja, lelkem, ismerem én azt a lányt, ellopta tőlem az egyik gyertyámat. Ja, hát van neked sok gyertyája, így te készültél. A gyertyák, azok mindig kellenek, fiam, hogy a lapok is mutassák, így engem. És te már tudtad, hogy jönni fogok? Olvastam a kártyát. Azt a mindenit. Hogy jönni fog egy idegen fiú, és meg fog kérni engem egy szívességre. Ez nagyon jó. Teljesítem. Mert ha arról a lányról történt szó, nem segítek neki, mert meglopod! És azt mondom, hogy alkudozzunk? Attól függ, miről lenne szó. Könyörgöm, segíts már, segíts azon a csúnya lányon. Ha te csináltad, vissza tudod csinálni. Segíts rajta, bármit kérhetsz. Hát nem is tudom. Segíts, ne segíts! Segíts már! Segíts nekünk! Nagyon csúnya szegény! Segítek én neked! Bármit kérhetsz! Egy feltétel! Na mi van az? Adok neked egy beállítat, amivel megjön a szépsége! Visszaváltozik, amilyen volt! Ez nagyon tetszik! De egy órán belül, te! Gyere vissza, és az alkut elmondod. Megbeszéltük. De amennyiben nem jössz, nagyon csúnya világ lesz. Add azt az italt. Sangala! Angala! Zsingyilingyilöblő! Tessék itt a bájt. Egy órán belül szavamat adom, hogy itt leszek. Úgy legyen! Szóval megyek is! Futok! Sír! Egy órán! Futott is az a fiatal ember, futott is a bájitallal. Itt vagyok! Ha! Hoztam én neked egy bájitalt! Ezt itt meg! Ettől visszavarázolsz! Mi az? Az lesz a jó! Itt meg, de testibe! Testibe itt meg gyorsan! És mi fog történni? Lehet meghalok tőle! Vissza fogsz változni! Olyan életvidám emberre! Így van! Itt hát, meg csak! Hát akkor... Vége a csúfság életnek! Végre újra visszagyeretem az igazi szépségemet! És a hangom is a végi lehet! Hörpincs be! Na.
Nyújj ki, múlt el mindjárt! Minden jó? Szép lettem. Gyönyörű vagy. Te hajadon vagy? Hajadon vagy. Mit szólsz ehhez az átváltozáshoz? Megmentetted az életemet! Végre, végre szép vagyok! Hát te gyönyörű lettél. Segíts kérlek. Van még olyan itt? Ahogy megpillantották egymást, rögtön egymásba szerettek. Drága szerelmem, megmentőm! Kérlek, légy az égő szerelmem. Tiéd vagyok. És te az enyém. Köszönöm, hogy megmentettél. Gyere velem, megmutatlak a lányomnak. Kislányom. Van egy kislányom, és látnod kell a kislányomat? Mit ígértél a jósnőnek, hogy odadta neked ezt a bájitalt? Mit ígért neked cserébe? Hát ő nem ad csak úgy oda bájitalokat. Nem tudom. Azt mondta, hogy menjek vissza egy óra múlva. Lefogtál az egy óra. Én nem engedlek téged egyedül vissza. Megyek veled. Menjünk. Akkor gyere velem. Együtt fogunk most menni. Azt mondta, egy óra múlva menjek vissza. De miért kell nekem visszamenni? Hát gondolom, valamit kér cserébe. Nem tudom, hogy mit fog kérni. Miért nem kérdezted meg, kedves? Miért nem kérdezted meg, sietem, hogy mit fog kérni? Sietem vissza hozzád, meg a kislányom is otthon van magába. Menjünk. Akkor menjünk megyek. A jóshoz. Az a csúnyához. Te hogy néz az ki, te? Akarhat vajon? Nem tudom, hogy mit akar. Hát nem szabadott volna alkut kötnöd vele. De akkor muszáj volt. Én vagyok a hibás mindennek, én vagyok az okozója. Miattam keverted magad bajba. Összeszedték a bátorságokat, és beléptek. Megjöttem én. Hát te semmit nem változtál, ugyanolyan rúd, csúnya vagy. Látod, én végre megint szép lettem. Örülj neki! Itt vagyunk, látod? Nem látlak benneteket olyan szívesen, megmondom aztán őszintén! Megmondom neked úgy őszintén! Mi se jöttünk szívesen hozzád? Nagyon haragszok rád, megloptál! Ú, köd jön a szájából. Na mi lenne az, azt mondtad, hogy egy óra szomó, itt vagyok, mondjad, hogy haladjak. Késtél! Nem késtem! Még hamarabb is jöttem! Nem késett. Mondtam neked, hogy gyere egy óra múlva, de késtél! Mit akartok így? Késéssel mindent? Nem késtem én semmit sem. Olyan legyek, mint ez a bodzafa, ha hazudok. És az a feltételem, ugyebár? Mi az alkú? Mit kérsz? A lányod szolgálja nekem! Hát azt nem! Választanod kell akkor! Nem, a lányomat nem. Semmiféleképpen nem. Van neked szíved egy kislányt? Egy kislányt kér cserébe? Nem, a szó sem nem. Igen. Nem! Szolgáljon! Nem! Ne! Szolgálnia kell! Nem! Visszaadtam a szépségét. Te a gyermekedet ideadjod szolgálni! Nem adom! Tudod mit akkor? Akkor adom magamat! Te szolgálsz engem! Én szolgálok! Életed végéig! Akkor csak annyit segíts, hogy hagyd menjek vissza, hagyd kísérjem vissza, a gyerekemtől köszönjek el! Kérlek! Nem lehetsz ennyire gonosz! De? Hát kisgyerekem van neki! Hagyd köszönjek el tőle! Nem köszönhetsz! Utána fogok ide vissza hozzád! Nem! Ilyen gyártya legyek, ha hazudok! Visszajövök! Hagyd köszönjek el, van szíved? Van neked szíved? Nincs szíved? Nincs! Hagyd köszönjek el a lányomtól, és jövök ide vissza hozzád, akkor már! Nem köszönhet! Senkit! Örökre téged fog szolgálni, hát nem elég az neked? Nem. A saját gyerekitől hagyd köszönjön, ne! Hagyd bízzon szó! Szíved, ellopdod egy gyertyámat! Most egy gyertyáért csinálod ezt az egész procedúrát! Szentségkörés csináltál nekem a gyertyámat! Visszajövök egy óra múlva! Elköszönök! Kérlek!
örökké szolgálni foglak, csicska leszek. Jövök! Egyetlen egy órát adok. Egyetlen! Látni fogod. Látni fogod a kártyával, hogy jövök. Látni fogod. Nézem a lapokat, Máriátok! Nézem! Kislányom! Megérkeztem. Hoztam neked egy nénit. Mától ő lesz az új anyukád. A szia. Neve Gerda. Szia! Hallottam ám, hogy téged a Csárikának hívnak. Nagyon szép vagy. Én leszek az új anyukád, jó? Ja. Igazad volt, ő egy igazi kis tündér kislány. Voltam kis tündér kislányom. De viszont van egy másik hírem. Apának el kell menni. El kell menni apának. Messzi útra. És mostantól Gerda fog rá vigyázni. Fogadj neki szót. Vigyázni fog rá, meg fog védeni mindentől. Jó. Fogadj neki szót. Megyek, viszem a kis Baltámat. Az történt. Elmesélj neked, Gerda. Mindjárt én nem fogok neked mindent mesélni, jó? Ülj le csak nyugodtan. Vigyázz a kis lányomra. Megkérlek rá. Nagyon vigyázz rá. Mindent megteszek. Nagyon sajnálom. Az csak az én hibám. Ez van. Szia, kislány. Szia. Szia. Papa, ne menjél. De lányom, muszáj elmennem. Muszáj, kislányom. Gerda, vigyázz rád. Muszáj elmennem én. Nem fogsz meghallni. Majd én vigyázzok rád. Gerda, vigyázni fog rád. Megígérem, nagyon jó anyuka lesz. Egyszer visszatérek hozzá. De akkor össze várom a kedvét. Várd össze a kedvémet. Gyere, kedves. Gyere. Hadd menjen, édesem. Gyere. Én leszek az új anyukád, de megígérem, hogy nagyon sokat fogok tenni. Szia, életem. Szia. Szia. Titeket. Figyelj ide. Engem még nem ismersz. De én nagyon-nagyon szeretem a gyerekeket. És képzeld el, hogy mindig is álmodtam róla, hogy majd lesz egy ilyen kislányom, mint te vagy. El kell mondjak neked valamit, jó? Az történt, hogy volt egy nagyon csúnya jósnő, aki engem átváltoztatott csúnyává. Nagyon csúnya voltam, és mindenki félt tőlem. Az apukád meg megmentette engem, egy igazi hős az apukád. Hozott nekem egy bájítat, és visszanyertem a szépségemet. De a jósnő azt kérte, hogy apukád adjon oda téged neki. De az apukád téged nem adott oda, hanem inkább saját magát áldozta fel. És most elment a jósnőhöz. De nyugodj meg! Én ki fogom szabadítani az apukádat, megígérem neked, jól csap vele! Ugyanis elmondom neked, hogy én egy varázsló lánya vagyok. Nekem az apukám egy varázsló. És segítséget fogunk kérni az apukától, hogy adjon valami szerencsét, vagy valami bájítól, amivel az apukádat vissza tudjuk hozni. Jó? Akkor meg fogom mindjárt idézni az én apukádat, és visszahúzzuk az apukádat, a te apukádat, jó? Fülelj engem. Jó, annyira szeretlek. Elindult vissza nagy keservesen a favágó, a gonosz Tamara jósnőhöz. Kis vártatva megérkezett a csúfsághoz. Itt vagyok, ahogy ígértem. Láttam a kártyából, hogy jössz. Állj neki dolgozni már azonnal! Ezt tettem, ezt a leveleket, szalmákat, mindent takaríts össze, gyárdákat takaríts ki a kapával, már azonnal! Lehet a kútból húzni vizet a jószágnak. Hozzá vizet, fürödjek! Csináljon! Menj! Csinálom. Rohadnál meg.
Nem mondtam semmit. Nem mondjuk el! Semmit sem mondtam. Az Isten itt neki, dolgozzál, mert nem kapsz enni! Aj, te! Üdös szájam! Nem kapol már menni, dolgozzál! Vízen és kenyéren! Maradj az ablakba, kislány! Most megidézem az apukámat. Hát, fog segíteni, ha bár nagyon haragszik rám. Most megpróbálom megidézni az apukámat. Zordia! 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 Szia! Üdvözlöm, édesapám! Kérem, ne nézzem rám ilyen haragosan. Tudom, hogy haragszik rám. Nagyon haragszom, nagyon! Megígérem, hogy soha többet ilyet nem követek el ilyen bűnt. Loptál a boszorkánytól. Mondta, hogy soha ne lopj. De még akkor kicsi voltam, édesapám. Nagyon nagy bajban vagyok, és senki nem tud rajtam segíteni, csak Kent tud rajtam segíteni. Segíts nekem, édesapám, a szerelmemet elrobolta tőlem, és nézd, van egy kislányunk. Ő már az én kislányom is. Elrobolta, és azt szeretném, hogy segíts nekem abban, hogyan szabadítsam a karmai közül. Hogyan? Kélek szépen, segíts! Senki nem tud segíteni, csak te, édesapám. Itt ez a rózsavíz. De mit csináljak én ezzel, édesapám? Ezzel megvéded magad. Bármilyen árkot tesz rád, bűbáj, ezzel, ha leöntöd, nem fog rád hatni. Minden lepeleg rólad, minden egyes átok, bűbáj, szentségtörés, minden. Azzal, ha leöntöd, azt a gonosz jót nőt, azt a csodát. Köszönöm, édesapám. Köszönöm neked, hogy segítettél. Most megyek és megmentem a szerelmemet. Látod? Egy édesapa mindig segít a gyermekének. Soha nem fogok lopni, megígérem. Nagyon szeretlek, édesapám. Köszönöm! Kis idő múlva el is aludt a ronda teremtés. De megyek az utcán, Banco de Vaux. Jaj, de könnyes szeme. Megérkezett Gerda. Oh,
Ennek a történetnek boldog vége lett. Gerdának sikerült kiszabadítani a szerelmét, és végre boldogan éltek. Vagy mégsem?